Tolomics Krisztián vagyok, fogyatékkal élő ember. A fogyatékosság megélése az egy eléggé bonyolult helyzet. Végül is most már elmondhatom így visszatekintve, hogy az életem végül is pozitívan alakul, nagyon sok harc árán, de itt vagyok, és van egy családom, van egy feleségem, van egy gyermekem. És a gyermekem egészséges, és ez a legfontosabb. Én ugye szülési sérült vagyok, ez nagyjából azt jelenti, hogy én egészséges ember vagyok, csak fizikailag nem. A Szilvinek viszont van egy fejlődési rendellenessége, amit ugye orvosilag nem tudtak kiszűrni, meg igazából szűrhetetlen is. Hát és ugye itt jön az, hogy az ember szülőként felvállalja azt, hogy akkor gyereket szeretne, és hogy kitart minden esetben amellett, hogy ezt a gyereket megpróbálja megtartani. Hihetetlen érzés volt a szülés pillanata, mert bent voltam, és ugye addig végig azon aggódtunk, hogy valami baja lesz a gyereknek ugye a terhesség során, és akkor hihetetlen katarzis élmény ért engem, mert ugye én meg szülési sérült vagyok, és azt az 5 percet, amíg a gyermek megszületik, az alatt én éveket öregettem, hogy most biztos, hogy ne legyen semmi probléma, most nehogy megsérüljön, vagy valami, vagy ilyesmi. Szóval nekem is egy nagyon katarzis élmény volt, de amikor egészségesen kivették és fölsírt, és nem volt semmi baj, hát életem legjobb pillanata volt. Az, hogy egy ember a fogyatékossággal együtt éljen, az legalább 5 ilyen szintet meg kell élnie. Ugye az első szint az, hogy elfogadja ezt az egészet. Ez a legnehezebb. Aztán elfogadja a segítőkezet. Aztán a harmadik, hogy ezzel az egésszel együtt kell élni. A negyedik, hogy tovább kell élni ezen. És utána, hogy van élet ezek után című történet, ami az ötödik pozíció, és hogyha azt eléri az adott ember, akkor onnantól kezdve egészségesen él tovább fogyatékosként. Nyilván felnőtt korban, hogyha az embernek nincsenek meg a egzisztenciái, akkor ezen is gondolkozik, hogy van-e egyáltalán ennek az életnek értelme. És hát gyakorlatilag azt kellett megtanulnom az életem során, hogy a hullámvölgyek alján mindig azt kell tekinteni, hogy van fölfelé is. Dórás sorfon? Ne rángosd a fejét. Elég, ha én rángatom. Most következzen a zuhany. Mindjárt. Hihetetlen sok dilemmát gondol az ember, amikor a gyereke még nem olyan mozgékony, meg nem olyan önálló, meg nem olyan... Egyáltalán, hogy ez a kérdés, hogy az ember gyermeke segíte neki, vagy hogy engedhetem-e azt, hogy ő segítsen, vagy azt, hogy ő hogy fog ehhez viszonyulni, vagy hogy elfogadja-e. Hát ez teljesen az emberi elképzeléstől független megoldásokat hoz. Hogy senki nem kéri tőle, hogy segítsen, ezt ő önálló belátásával kapcsolatba szerezte. Egyikünk sem mondta azt, hogy segíts. Egyikünk se kérte, hogy segíts. Egyszerűen az ő szeretetét így nyilvánítja kifelé. Na most ez, hogy keletkezett, vagy hogy vette ezt ő észre. Hát úgy például, hogy amikor a Szilvia konyhában van, és leejt valamit, ugye annak hangja van. Először bement, megnézte, aztán kiment. Nem tudta, hogy ebben mit kell kezdeni. Aztán másodszor meglátta, hogy az anyja megpróbál érte lehajolni, vagy lábbal fölvenni, vagy akármi. Akkor már érezte, hogy valami nem stimmel. És harmadjára odament és fölvette. És most már nyilván, hogyha most levideóznánk, hogy ő ezt meghallja, akkor azt látjuk, hogy a 4,5 éves gyerek rohan az anyjához és fölveszi azt, amit lehet. És ő neki ez örömet okoz, hogy az ő anyukájának segít. Hogy tudja, hogy nekünk segíteni kell, de azt is tudja, hogy mi ezt önzetlenül elfogadjuk, és ő meg önzetlenül adja.